Egy férfi rettenetes módon hosszasan tompa tárgyal és szúró eszközzel kínoszhatta kutyáit. A városban hatalmas felháborodást keltett az ügy. A kutyusok egy debreceni állatorvoshoz kerültek, és hamarosan nyomozás indul. A napokban több internetes poszt, állatvédők és abátszalókiak által közzétett információk jelentek meg egy lakosról, aki bántalmazta, kínoszta kiskutyáit. Ugye a lába, az arcán van ez a vágásnyom, a fülén ez valószínű, hogy a légy lecsípte, de ugye ezt lehetett volna valamivel kezelni, mert teljesen lemarták a fülét. A füle valószínű, hogy egy fejsérülés miatt bevérezhetett, mert ugye alvat vér látszik a fülébe, hát gondolom, ahogy husánggal, vagy vasvillával, nem tudom, hogy mivel. Majd ezt gondolom, hogy az állatorvosi klinikán meg fogják állapítani. Egy abátszalóki civil állatvédőtől, Nagy Franciskától megtudtuk, hogy az egyik kutyus lábszár csontja olyan csúnyán eltört, hogy összecsúsznak a csontjai. Franciska menhelyi, tragikus sorsú kutyákkal foglalkozik. Telefonhívásunk idején is ezzel az esettel foglalkozott. Kiderült, hogy ezek a kutyák bántalmazva voltak a gazdái által, és nagyon-nagyon súlyosan, úgyhogy ők azért mentették ki a kutyákat, hogy nekem, hogy akkor éjszaka már meg is halljanak, hogy agyon leverje a gazda a kutyákat. És akkor én ugye föltettem a posztot, de nem voltam, nem tudtam mit tenni, csak folyamatosan kértem a segítséget, és ugye osztottuk az emberkét, aki ezt művelte ezekkel a szerencsétlen állatokkal. Majd ugye ezt nem tudtuk kórházba juttatni, nagyon nehéz kórházba juttatni az állatokat, mert Debrecenben van a legközelebbi, ott is egy helyen van ügyelet, és elég drága, és ugye azért ez nem a mi pénztárcánkhoz mért kiadás, ami mondjuk ennek a kutyának sérülése van, és autóm se volt, amivel elvigyem, úgyhogy több helyről kértem segítséget. A Szánhúzókért alapítvány vállalta most, egy fél órával ezelőtt telefonált, hogy ő vállalja a költségeit a kutyának, csak el kell, hogy juttassam az állat, vagy a klinikára, mert valószínű, hogy itt azért műtét lesz, meg ki kell vizsgáltatni. Elmondása szerint a kutyákat tompa tárggyal bántalmazhatták, leginkább a bordáikat, fejüket érte ütés az egyik állatnak a bántalmazás hatására. Bevérzett a füle. Kaptak fájdalomcsillapítót és bódították őket, de ennek ellenére is iszonyatos fájdalommal jár az orvosi beavatkozás.